Jó estét kívánok! Önök a Bajnokok Városát, a Fehérvár Televízió sportmagazinját látják. Mai adásunkban foglalkozunk majd kosárlabdával, kézilabdával, vívással és úszással is. Közeledik a kosárlabda bajnokság alapszakaszának vége. Az Alba-Fehérvár csapatára 4 idegenbeli, nagyon fontos mérkőzés vár még a hátralévő időszakban az alapszakasz végeredményének szempontjából. A mai napon pedig sorsoltak és a Magyar Kupa következő körében a MAFC-al méri össze tudását az Alba-Fehérvár. Edzőmérkőzést játszott az Alba-Fehérvár, a Rév Komárom ellen próbáltak hangolódni következő feladataikra Holiszék. A szlovák listavezetőt 98-83-ra verte a csapat, de a hangsúly ezúttal a játék csiszolásán volt. Ezt megelőzően ugyanis a fő bajnoki rivális Kaposvár elleni meccsen kiderült, van még mi javítani, és további idegenbeli nehéznek ígérkező mérkőzések jönnek. Igaz, hogy tud nyerni a csapat idegenben is, az már látható volt például a körmendi katlanban. Körmenden nyertünk elsősorban egy nagyon jó támadójátékunk miatt. Kaposváron se a védekezésben, se a támadásban nem úgy játszottunk, ahogyan szüksége lett volna a győzelemért, de meg is meg kell tudni, hogy tehát különböző ellenfelek, én azt gondolom, hogy meg is ahogyan a tabella is mutat, hogy a Kaposvár ebbe a szezonban erősebb csapat. Ugye nem nagyon lesznek hazai meccseink itt ebbe a szakaszba, és ezt mi is tartottunk egy picit, hogy nekiállunk úgy egy olyan sorozatnak, hogy csak idegenbe fogunk játszani, hazai mérkőzés nélkül, és hogyha esetlegesen lesz egy gyengébb szereplés, akkor hogyan fogunk kilábalni abból a hullámvölgyből. Hazai pályán nyilván könnyebb kilábalni az ilyen problémákból, idegenben sokkal-sokkal nehezebb, és ezek a tényezők, amik úgy igazából közrejátszhatnak abban, hogy egy picit gyengébb vagy hullámzóbb a teljesítményünk, nem vagyunk annyira stabilak, a védekezésünk is egy picit visszafogottabb, de ennek ellenére mi megpróbálunk mindent annak érdekében, hogy az alapszakasz első helyén zárjuk azt a szakaszt. 4 fordulóval az alapszakasz vége előtt már látható, szinte biztosan az Alba-Kaposvár-Paks trió végez a dobogón, kérdés milyen sorrendben. Bár a csapatok sorsolása ismert, van, aki nem számolgat. Mind a 3 csapatnak körülbelül ugyanolyan esélye van az első helyet megszerzése, mert a 2 ellenfeleinknek, Kaposvárnak meg a Paksnak a hátralévő mérkőzéseket vannak ilyen nehéz meccsek, amit idegenben játszanak, vannak meg hazai meccsüket, szóval ezzel nem nagyon foglalkozok. A következő 4 meccset idegenben játszunk, viszonylag nehéz ellenfelek, tényleg nagyon nehezen mondani most, hogyan fogunk befejezni. Mi mindenképpen erre törekszünk, hogy minél több győzelmet hozzunk, és esetleg zárunk az alapszakaszt az első helyen, mondom, ez meg is nem egyszerű feladat, de nem lehetetlen. Soha nem szoktam ezt nézni, tehát még 2 fordulóval a vége előtt sem szoktam azt nézni, hogy ki mit játszik. Mi megpróbálunk, ugye mondhatom a csapat nevében, hogy megpróbál mindenki a saját feladatára koncentrálni, a legközelebbi mérkőzésre koncentrálni, azt megnyerni, és akkor azt majd meglátjuk, hogy a végén mire lesz elég. Nyilván mindenkinek az a célja, hogy minden meccset megnyerjen, és akkor még számolgatnunk se kell. Szombaton Jászberénybe látogat az Alba-Fehérvár, az sem lesz könnyű meccs. A védekezésnek kell főleg javulnia, hogy sikerrel folytassa nehéz sorozatát az alapszakasz végén a csapat. Idegenben csapatként kell funkcionálni, nagyon együtt kell lenni a társaságnak, fejben koncentráltan kell játszani, és akkor lehet csak nyerni. Kicsit fejben úgy megfáradtunk, nem tudom ennek pontosan mi az oka, de próbálunk javítani rajta. Megvolt ez, mert voltak azért olyan mérkőzéseink, ahol ilyen 50 meg 60 pont alatt tudtuk tartani az ellenfelénket, ami egyszer működik, vagy többször egymás után, akkor azt tudja csinálni a csapat, csak jobban oda kell figyelni rá, és menni fog minden magától. Nem tartom lehetetlennek ezt a feladatot, hogy hátra lévő meccseket, meg mindent is megnyerünk. Ebben a csapatban azt gondolom, hogy benne van. Csak ehhez a bizonyos dolgokat, bizonyos szituációkban sokkal jobban meg kell reagálni, sokkal jobban meg kell játszani. És én itt elsősorban a védekezésünkről gondolom.
amelyik az utóbbi időben nem olyan, amilyen volt a bajnokságban nagy részében. A szezon egészét természetesen még korai lenne értékelni, de mivel az első helyen áll az Alba, elmondhatjuk, hogy eddig alapvetően jól alakultak a dolgok. Szerintem jónak lehet mondani, ugye az elején nagyon jól kezdtük a rajtot, ugye játszottunk itthon egymás után Zsinórban, hoztuk a meccseinket. Volt egy csuklásunk ugye a Magyar Kupán a Debrecenben, de hát az is, mondjuk azt is hoztuk a két meccs eredménye alapján. Ezek az idegenbeli meccsek, ezek benne vannak, számítottunk rá, vagy gondoltunk rá, hogy nem lesz olyan egyszerű, be fognak csúszni vereségek. Nem járunk szerintem rossz úton, jó felé halad a csapat, jobban oda kell figyelni, dolgozni, össze kell tartani a csapatnak, egymással kell hajtani, és akkor minden rendben lesz. Az elmúlt hétvégén a székesfehérvári Vívók a junior és kadett párbajtőr magyar bajnokságon szerepeltek, nem túl sok szerencsével, hiszen ami nagyon érdekes, hogy valamennyi élversenyzője az egyesületnek kiesett a legjobb 16 között, de mindnyájan a végső győztessel szemben véreztek el, és mindnyájan 15-14 arányban. Nem fogadta kegyeibe Fortuna Isten asszony a Székesfehérvári Vívósport Egyesület ifjú tehetségeit a párbajtőr kadett és junior országos bajnokságon. Az első napon a kadettek léptek pástra. A fiúk mezőnyében a 7. helyen kiemelt Világosi Mihály vereség nélkül jutott a legjobb 16 közé. Itt a sorsoláskor azonban az a Bányai Zsombor jutott ellenfélül, aki 2012-ben több világkupa és Európa kupa versenyt, valamint nemzetközi Grand Prix viadalokat nyert. A két fiatal fantasztikus vívást mutatott be, melynek végén mindössze egyetlen találat döntött Bányai javára, Világos így búcsúzott, míg ellenfele később bajnoki címet szerzett. A csoportkört jól indítottam, és sikerült mindenkit megvernem, és veretlenül mentem tovább. Utána a 85 indulóból ugye a 32-be bejutottam, később a 16-ba is, és összekerültem egy olyan versenyzővel, akivel már többször is vívtam, és már kétszer is volt olyan alkalom, hogy 15-14-re egy tussal kaptam ki. És ez hát bosszantott, és hát kicsit feszültem, álltam fel a pásra, amikor elkezdődött az asszó. Normálisan indult, egy-egy tussal mentünk el egymás mellett, teltek a percek, már a végéhez érkeztünk, és 12-9-re vezetett az ellenfelem, amikor úgy gondoltam, hogy nem adhatom fel még itt a végén se. Így hát szúrtam kettőt, és 12-11-re vezetett már csak, és ekkor pedig már csak az döntött, hogy ki volt a gyorsabb, mert amint felállítottak minket a kezdéshez, egyből mind a ketten egymásnak rohantunk, csak hát mind a háromszor együttesre állt született, így 15-14-re kikaptam, és ezzel ugye megfosztottak attól, hogy a 8-ba beissek, és hogy esetleg érmet kapjak. A hölgyeknél az SVSE vívói már a legjobb 32 között szembe kerültek egymással. A Megyeri Réka, Ormándi Rebeka házi versenyt végül Megyeri nyerte. A legjobb 16 között aztán ő is a későbbi győztest kapta ellenfélül. A Diósgyőri Ardai Gréta, talán mondanunk sem kell, 15-14-re nyert a fehérvári hölgy ellen. A lányok is rettentő hasznosan és jól szerepeltek. Megyeri Réka szerepelt a legjobban, ő is kadettkorú. Ő a döntőbe jutásért esett ki. Tehát egyel tovább jutott, illetve ő is ugyanoda jutott el, mint a Misi. Ő volt a legjobb, de a másik összesen 5 lány és egy fiú indult. A másik 4 lány is 32-ben volt, és ahogy a Misi mondta, a 70 fős mezőnyben én úgy gondolom, hogy ez egy igen szép eredmény. A juniorok mezőnyében a hölgyeknél Kovács Flóra debreceni, míg Móróc Balázs tatai vívótól kapott ki a 32-es táblán. Az itt is szerencsét próbáló Világosi Mihály ebben a korosztályban is bejutott a legjobb 16 közé, azonban a 8-as döntőt itt sem sikerült elérnie, miután kikapott rutinosabb ellenfelétől. Sebestyén Dalma Székesfehérvár úszó kiválósága Ausztráliából is éremmel tért haza az ifjúsági versenyzők olimpiai találkozójáról. Dalmának azonban nem ez lesz az év főversenye, hanem majd Lengyelországban nyáron az ifjúsági úszó Európa-bajnokság lesz az, ahol szeretné megvédeni tavaly szerzett címét. Dalma egyébként adásunk idején már Sierra Nevada-ban edzőtáborozik. Nagyon elégedett voltam, mivel erre a versenyre annyira nem készültem, mert most alapozás van és rengeteget úszunk. Szóval szétedzve mentem erre a versenyre, szóval bennem voltak a kilométerek. Nagyon biztatóak ezek az idők, mert ugye nem voltam erre a versenyre kihegyezve, és így a nyárra nézve, mert ugye lesz IFI EB újra, ahova mehetek,
szeretném megvédeni a címemet kettővegyesen, és esetleg még pár élem is érmet is szerezni pluszba. Itt eleve idősebbekkel úsztam, mert én most lettem 16 éves, és itt 17 éves évesekkel versenyeztem. Hát az ausztrál lányok eléggé erősek, meg nagy termetű lányok, ahhoz képest én kicsit vékonyka vagyok. Hát nagyon jól úsznak, szóval kicsit erősebb, mint az európai mezőny, de azért az európai mezőny sem szabad leszólni, mert lehetnek meglepetések is még. Nagyon, nagyon jó verseny volt, az úszoda, meg a hangulat, a légkör nagyon jó volt. Főleg, hogy így nyárba átmentünk, ilyen nagyon jó idő volt. Bár az utolsó napokban borongos, de még úgyis pólóba, meg hosszújba járkáltunk. Eléggé nehéz volt így visszajönni a télbe. Hát, majd most újra meg kell szokni. A teljesítményet illetően én maximálisan elégedett voltam vele. Annyit azért tudni kell, hogy ugye európai körökben ez a január elejé közepi időszak, ez egy kifejezetten a felkészülésnek a legnehézkesebb, legproblémásabb része. Ilyenkor a versenyzők általában messze a formájukon kívül az alatt szoktak teljesíteni. Hát most persze, hogyha elbizakodott volna, akkor azt mondom, hogy nyilván a Dalma is így szerepelt, és hát ebből a következtetések talán már önmagukért beszélnek, nagyon jó időket úszott. Tehát volt versenyszámban a legjobb teljesítményét nyújtotta, de a többségében nagyon közel a valamikori legjobb eredményét tudta most is megismételni. Hát ebben a mezőnyben, amiben ők most rajtozáltak, ez egy harmadik helyezéshez volt most elegendő, bár azon, hogy nem igazán a helyezések voltak most ezen a verseny a legfontosabb részlete ennek a dolognak, bár lehet, hogy jönnek erről persze más a véleménye. Én azt gondolom, hogy az a fajta tapasztalat, amit egy ilyen, mondjam, hogy a világ másik felén lebonyított verseny a gyerekek számára, a versenyzők számára tud szerezni és nyújtani, az messze többet ért annál, hogy most egy-kettő vagy egy sem érem, amivel hazajövünk. Most lesz ugye nyáron, júliusban az IFI EB, ahol most én leszek a felséves, mert előző nyáron ugye én voltam a fiatalabb, és ott azért nagyon nagy szám volt, hogy úgy tudtam nyerni. És az lenne a célom, hogy megúszom az IFI EB csúcsot, ami hát olyan 1-2 másodperce van tőlem, ami szerintem megvalósítható. Szeretnék majd még szintet úszni a felnőtt VB-re 50 mellem, mert ott 2/10 vagyok elmaradva az A-szinttől, és akkor már ki tudnak engem vinni. Ami azért még, mert ugye újra tapasztalatokat tudok szerezni ilyen felnőtt versenyeken, mint ahogy a rövid pályás elvén tettem. Nehéz sorozaton vannak túl a Fehérvár KC női kézilabdázói. 12 nap alatt 4 mérkőzést játszottak, 2-szer találkoztak a Ferencvárossal, valamint legyőzték a Veszprémet hazai pályán egy rangadó keretében. Most egy hosszabb szünet következik, hiszen csak február 2. hétvégén kell pályára lépni a Paul Oldrup Jensen gárdájának, akkor majd a Siófok otthonában szerepelnek Tillinger Tamaráik. Az már egy nagyon fontos mérkőzés lesz, mint ahogy az alapszakaszból hátralévő összes, ahhoz, hogy elérje a csapat a céljait, vagyis a legjobb 4 közé kerülést. BSF Fradi, Veszprém ismét Fradi, másfél hét alatt 4 meccset játszott a Fehérvár KC női kézilabda csapata, fele más sikerrel, hiszen a tabella utolsó helyezettjétől kikapott az FKC, majd kiesett a Magyar Kupából a Fradi ellenében, előbbi óriási meglepetés, utóbbi pedig papírforma volt. Az elmúlt vasárnap azonban a Veszprém látogatott a Köfém sportcsarnokba, azon a meccsen már nem hibázhatott az együttes. Vasari, Emberovi, Siti, Horváth! Egyenlít. 3 gólos Horváth Bernadett. Horváth pedig rutinosan szabálytalankodik egyet, de indul hosszú. Hosszú Boglárka. 8-9. Vasari Virág. Nem lő. Emberovics bent van. Emberovics Mira első góljával ismét vezet. Fordítja az állást, de hát a Fehérvár. 2 perc még. Az első féldőből 13-11. De hát a sors valami visszaadott, Planéta lőtt az imént ugye, és Szikora védett. Tillinger. Most Tóth Eszter jön ki egy kicsit zavarni. Vasari. Emberovics. Tillinger egészen távolról. Tillinger 6 gólos.
Tarthatatlanba Tillinger Tamara, 14-11. Úr Gabriella, Planéta. Jó a bejátszás, egyenlét. Takács Bianca, 18-18. 6-0-át hoz. 5 perc alatt a Veszprém. Nézzük Planétát. Kilenc gólos, 18-19 az eredményjelzőn. 7-0-ra nyeri ezt a 8 percet a Veszprém. Ne, megtörik a gólcsend. Tillinger Tamara, 9. gólja. Azari teljesen tisztán bejöhet magának helyet csinálni. Azari Fruzsina, 3. gólja. Vezet ismét a Fehérvár. A csapat nagy része 60 perceket tölt a pályán. Azari Fruzsina is, aki most már 5 gólos. Kapja a Facsit Cityt-től, 24-21. Hogy nagyon-nagyon fájó az a Budapest SE vagy BSE elleni vereség múlt héten, hiszen most már akár ott lehetne a negyedik hely közvetlen közelében, sőt, hát egymás elleni eredményben meg is előzné az érdet. 28-25 a mérkőzés végeredménye, 3 góllal győzte tehát a Fehérvár KC a Veszprém ellen, ismét jó meccset játszott az FKC. Szerdán ismét a fővárosba szólította a sorsolás Tillingeréket, ismét a Fradival kellett meccselni, ezúttal azonban már a bajnokságban. A kifacsart, fáradt csapat negyed óráig bírta a zöldfehérek által diktált tempót, ekkor ellépett a Fradi, a szünetben pedig már 7 góllal vezetett a BL találkozóra készülő FTC. A szünet után tovább nőtt a különbség, de a fehérvári lányok becsületére legyen mondva, az utolsó percig küzdöttek, hajtottak, végül 15 góllal 39-24-re kaptak ki. It has been tough. Nagyon nehéz másfél héten vagyunk túl. Az elején sajnos kikaptunk a BSE-től. Ha ez nincs, vagyis ha nyertünk volna, akkor most azt mondanám, hogy egy jó perióduson vagyunk túl. A Veszprém ellen azonban már újra jól játszottunk, ismét magas szinten kézilabdáztunk, bár egy kissé hullánzó volt a teljesítményünk. A Fradi elleni 2 meccsből pedig sokat tanultunk, a sportban mindig van hová fejlődni, van mit tanulni, a lányok pedig minden meccsből tanulnak valamit, amit fel tudunk használni arra, hogy még jobbak legyünk. A tegnapi találkozón pedig jól kezdtünk a Ferencváros otthonában, de egy idő után elfáradtunk, és nem tudtuk tartani a lépést ellenfelünkkel. De ismét jó volt látni a fiatalok jó teljesítményét, csak úgy, mint egy hete, tegnap is megmutatták, egy jó ellenféllel szemben is tudnak jól kézilabdázni. Ez nagyon jó volt látni. Nagyon elfáradtak azonban a lányok ebben a sorozat terhelésben. Az előttünk álló hétvégét pedig már arra tudjuk felhasználni, hogy fizikailag ismét jó állapotba kerüljenek. Pihenéssel és inkább kevesebb kézilabdával foglalkozunk majd. Amikor sok meccset játszol, az fejben is bírni kell, így most mentálisan is fáradtak a játékosaim. Vissza kell hoznunk a játék utáni vágyat. A következő héten pedig már minden a normális kerékvágásba kerül. Készülünk a Siófok ellen. Ahol pedig nyerni szeretnénk, de ehhez jól kell teljesítenünk. A BSMS tisztán emlékeztetett rá minket, hogy nincs könnyű ellenfél az NB1-ben. Azonban, ha jó napot fog ki a csapat, győzhet Siófokon, de szoros meccset várok, főleg azután, hogy ősszel nyertek Fehérvárban a siófokiak. A hátralévő meccseinken, a Győr ellenit nem számolva, megvan az esélyünk a győzelemre. De mindig csak a következő feladatra szabad koncentrálni, és az aktuális ellenfelet kell mindig legyőzni. Ha elkerülnek bennünket a sérülések és jól teljesítünk, akkor elérhetjük a céljainkat, de magabiztosnak kell maradnunk, és koncentráltan kell kézilabdáznunk a folytatásban is. Ha így lesz, elérhetjük fő célunkat, vagyis, hogy jövőre a nemzetközi kupában szerepelhessünk. De ez nem lesz egyszerű, hiszen vannak más csapatok is, akiknek hasonló céljuk van. De még egyszer mondom, ha jól tudunk játszani a szezon hátralévő részében, akkor nagyon szép tavasz várhat ránk. Az FKC február 9-én a Siófok otthonában folytatja az alapszakaszt, melyben jelenleg 6. helyen áll, és amelyből még 6 meccs van hátra. Ennyi fért mai adásunkba, ez volt mára a Bajnokok Városa, remélem jól szórakoztak. Ha tetszett, akkor tartsanak velünk legközelebb is, tudják, minden héten csütörtökön este találkozhatnak ezzel a magazin műsorral itt a Fehérvár Televízióban. Én további szép estét és majd kellemes hétvégét kívánok önöknek. Ne feledjék, rangos kosárlabda utánpótlás torna zajlik Fehérváron. Ha van kedvük, látogassanak ki a Vodafone Sportcentrumba. Viszontlátásra!